Szeretettel köszöntelek benneteket, Szofi főzős vlogján. Mai tarját fogunk megsütni, nézzétek, így néz ki, miután megsült. Itt pedig a nyers valóság, tehát itt a nyers tarja, másfél-két centimétert vágunk belőle, és egy különleges technikával, szuhidálással fogjuk elkészíteni ezt a húst. Egyébként ez egy két-két és fél óra, így, viszont ha előre dolgozol, akkor máskor már csak egy ilyen 15-20 perc az egész, ugyanis ezt a leszúvidált húst szépen le lehet fagyasztani, be lehet tenni hűtőbe, simán eláll több napig a hűtőben, és utána elkészíted, tehát mikor van időd, mert ugye ki van szívva a levegő, vákumfóliában van, és azok azért ott a hűtőben elég sokáig elállnak ezek a dolgok. Nem fogunk rá más tenni, csak sót, vajat és rozmaringot a szuvidálás előtt. Zöld fűszereket ajánlanak, nem szárított erős fűszereket, bár én azzal is ki fogom próbálni, így is nagyon-nagyon finom ízület, és zsenge omlós lett a hús, rózsaszínre sütöttem, gyakorlatilag nem sütöttem fehéredésig a belsejét, szépen rózsaszínre sütöttem, nagyon szaftos lett, nagyon ízletes lett. Itt látjátok a sózást, ott van egy vákumgép, amivel leforrasszuk az acskót, amivel belehelyezzük, és pluszban még kiszívjuk belőle a levegőt. Most ezt a szufidálást, ezt mi egy olyan gépbe csináljuk, ahol ez egy zárt gép, levest szoktunk benne főzni, nagyon sok mindent lehet benne készíteni, pörköltet, rizst, ragukat, egy tálételeket, simán meg lehet benne főzni, párolni lehet benne zöldségeket, szóval nagyon sok mindent lehet vele készíteni. A lényeg az, hogy az ember beledobálja a cuccot, és gyakorlatilag csak úgy magára hagyja, és egy óra múlva, vagy fél óra múlva teljesen kész ételt találunk ebbe a gépbe. Tehát ez egy kicsit megkönnyíti az embereknek a munkáját, sőt, hanem valakinek egy kis konyhája van, akkor nagyon-nagyon sokat segít neki, mert nagyon sok minden elkészíthető, mondom, ebben a gépben. Most éppen lefóliáztuk az egyik, lezártuk az egyik végét a fóliának, utána majd belekerül a hús, és utána pedig szépen neki szívjuk belőle a levegőt. Ha neked nincsen ilyen géped, ami nekünk van, akkor egy lefóliázott húst, de akár egy másik fajta fóliába is, ami lezárható, tehát ami teljesen hermetikusan lezárható fólia, olyanba is beletelted a húst, kicsit kinyomkodod bele a levegőt, és olyanba is betelted a húst, és te is beletelted vízbe, a sütőbe például. Egy tepsibe beleállítod, vagy egy magasabb falu edénybe, hogy álljanak a húsok, és ne feküdjenek, és hogy esetleg ne menjen bele a víz, hogyha nem jól zárt le az acskód esetleg, tehát hogy egy magasabb falu edénybe, vagy egy tepsibe engedsz vizet, beállítod a sütődet 60 vagy 80 fokra, amire gondolod, és szépen belehelyezed a lezárt, jól lezárt zacskókat, amiben hús van, ugye, belehelyezed, és szépen hagyod 2 órán keresztül ezen a fokon szuvidálni. Az is egy szuvidálási módszer, csak most már erre kitaláltak gépeket, vagy kicsit szemfülesként így is meg lehet oldani, ahogy mi csináljuk, és mondom úgy is, hogy a sütőben elkészített vaj, és a kis zöld fűszer bekerült mellé, kiszívjuk a levegőt, és mindjárt jön a gép, ami egyébként nagyon-nagyon egyszerű, nagyon-nagyon ügyes kicsi gépecske, tehát hogyha olyanra vágysz, hogy egy ilyen leves főzőt, de nem kell külön vásárolni liszt főzőt, leves főzőt, vagy ragukészítőt, vagy sütőt, nem nagyon kell külön vásárolni, mert ebben szépen le lehet pirítani a húst, a pörkölthöz például, és akkor felönted vízzel, és a pörkölt saját maga ott szépen el van. A levesbe beleteszel mindent, ez szépen megfül, a rizs is csak belerakod, és vizet öntesz hozzá, nem kell hozzá se zsír, semmi, gyönyörű szépen el van annélkül is a rizs, gyönyörű szépen megfül, és nagyon jó íze lesz. Tehát ez a gép, ez olyan,
hogy több mindent lehet vele készíteni, és most kipróbáljuk a szuvidálást, és nem írja ugyan a receptje, hogy ott szuvidálgatni lehet, de mi kipróbáljuk, mert hát miért ne, ugye a magyar az ilyen, hogy kíváncsi természet, ötletel, és a többi, és a többi. Betesszük ide ez az edény, amiről beszéltem, vagy az a kép, betesszük a húst, felöntjük vízzel, teljesen, hogy ellepje. A húst kell elletni, tehát nem az acskót, hanem a húst kell elletni, de ugye mi itt teljes mértékben hermetikusan lezártuk ezt az acskót, itt nem probléma, hogy ellepi az acskót is a víz. Tehát fölöntjük vízzel, amennyi kell bele, és be fogjuk állítani 2 órára, és 60 fokra. Lehet így is programozni ezt a gépet, különböző programok is vannak rajta. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem egy promóció, tehát nem fizetnek nekünk ezért, ezt mi saját pénzünkön vettük, és saját önszántamból mutatom nektek be, hogy ezzel a géppel milyen sok mindent lehet csinálni. Tehát nem promócióról beszélünk. Itt a gépnek a kezelő felülete, szépen megkeressük rajta az időt, ha az 2 óra, és megkeressük rajta a fokot, ami 60 fok. És csak elindítjuk szépen, bezárjuk, és szépen elindítjuk a gépet, és 2 óra múlva kész lesz a mi kis szuvidálós husikáink, készen lesznek. És utána betesszük a hűtőbe, beteheted a fagyasztóba, vagy éppen rögtön meg is sütheted. Mi most itt a hűtőből vettük ki, és szépen ne tévesszem meg benneteket, azért most azért bököttem meg a villával, mert kíváncsi voltam rá. Ne tévesszem meg benneteket az, mikor még az acskóban van, hogy olyan keménynek tűnik a hús, mert ahogy levegőt kap, tehát kinyitottam az acskót, abban a pillanatban felpuhult. És érezhető volt ez, hogy ez már gyakorlatilag kész egy étel majdnem, csak egy kis utógondozást igényel. Olajat tettem, mogyoróolajat a serpenyőbe, nem sokat látjátok, jól fölmelegítettem, látjátok, hogy füstöl, mikor beletettem a húst. Mindkét oldalán szépen pirosra sütöttem, egy kicsi borssal megszórtam, és gyakorlatilag az egyikre tettem fokhagymát, és gyakorlatilag készen is van a hús. Nem sokáig sütöttem, talán egy 3 perc, 3 perc mindegyik oldalán, de lehet, hogy már sokat is mondtam ezzel. Úgy is látod, úgy is érzed, hogy körülbelül most már ez jó. És szépen felszettem, gyönyörű szép rózsaszín lett a hús, a belseje nem száradt ki, szaftos maradt. És jó, ízletes. Tehát bevette a rozmarin ízét, a vajét, nagyon-nagyon mindjárt mutatom nektek, milyen szép rózsaszín. Látjátok? És finom, nagyon jó, ízletes, nem kemény. Így néz ki tálalásban. Köszönöm, hogy itt voltatok. Szeretettel várlak benneteket a többi videómban is, a csatornámon, a vlogomon és a csoportban. A videó alatt találtok olyan számlaszámokat, amikben lehet segítségünkre lenni. Ti kértétek, ezért teljesítettük. Lehet bennünket támogatni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és gyertek máskor is. Sziasztok!